Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Április 12-e van Gyula névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Alekszandr Vučić szerb államfő szerint politikai döntés lenne a szrebrenicai eseményeket népirtásnak minősíteni. Ismét drágul a benzin, literenként 195 dinárt kell érte fizetni. A gázolaj ára a következő 7 nap során is 206 dinár marad. Tűz ütött ki az Újvidék Banglades nevű városrészben hajnalban. Megtartották a középiskolák bőrzéjét Magyar Kanizsán. 20 intézmény mutatkozott be. Azzal, hogy az ENSZ el akar fogadni egy határozatot arról, hogy július 11-e a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja legyen, több szabályt is felrúg. Csupán egy politikai döntésről van szó, jelentette ki Alekszandr Vučić szerb államfő, miután Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke, valamint Ivica Dačić külügyminiszter társaságában csütörtök este fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, Željka Cvijanovićot, a bosznia-hercegovinai elnökség szerb tagját, és Nenad Stevandićet, a boszniai szerb köztársaság parlamentjének elnökét a Békepalotában. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Nemzetek Szervezete április 17-én zárt ajtók mögött tervez megvitatni egy határozatot, amely a szrebrenicai vérengzésre vonatkozik, és amely július 11-ét a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánítaná. Milorad Dodik a sajtótájékoztatón kijelentette, nem történt népirtás Szrebrenicában. Ezzel a kijelentéssel és a határozat elfogadásával csak a szerb nemzetet szeretnék kollektív bűnösként bemutatni. Rekao sam i javno govorim da genocid se nije desio, da je genocid izmišljena forma u kojoj su pokušali da satanizuju čitav srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu to prebace na kolektivnu odgovornost čitavog jednog naroda, srpskog naroda. Szavai szerint Szrebrenica kapcsán csak a bosnyák elhunytakról beszélnek, a szerbekről nem. Dodik köszönetet mondott, hogy meghallgatta őt a szerb elnök. Azt is bejelentette továbbá, hogy amennyiben ilyen döntés születik, elhagyják Bosznia-Hercegovina döntéshozatali szerveit. Alekszandr Vučić a találkozót követő sajtótájékoztatón feltette a kérdést, egy ilyen döntés vajon megosztja vagy egységessé teszi a világot, utalva arra, hogy egy ilyen határozatot nem fog minden ENSZ tagállam megszavazni. Pa da vas pitam iz NATO, pa kad mi pokrenemo pitanje bombardovanja i agresije na Srbiju, pa što nam pričate što se vraćate u prošlost? A to je bilo pre samo 25 godina. Pa biste onda nas vratite 29 godina unazad. Predsjednik Dodik je rekao neke teške stvari, velike stvari, ja sam zamolio rukovodstvo Republike Srpske da svakoga dana razmatraju, razmišljaju, da vide šta im je činiti, da moramo da pokušamo gotovo po svaku cenu da sačuvamo mir. A szerb elnök szavai szerint Szerbia az utolsó pillanatig harcolni fog a döntés ellen, hogy azt minél kevesebben támogassák. Azt mondta, mindig arra kéri a boszniai szerb vezetést, hogy gondolkodjon, mérlegeljen és megfontolt döntéseket hozzon a béke megőrzése érdekében. Alekszandr Vučić azt is bejelentette, hogy Szerbia nem változtat álláspontján az Oroszországgal szembeni szankciók kérdésében, és hozzátette, hogy az országot senki sem zsarolta és nem is zsarolhatja. Stav koji smo izneli. Osam dana, pošto je počeo sukob u Ukrajini, važi i danas. Srbija se ponosi svojim stavom i Srbija je mala po svojoj veličini i po broju stanovnika, velika po svom srcu i velika, ogromna, gigant po svojoj državotvornosti. Újságírói kérdésre, hogy Emmanuel Macron francia elnöknek a francia vadászgépek vásárlására vonatkozóan az volt-e a feltétele, hogy Szerbia szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, a szerb elnök megismételte az ország álláspontját, amely nem változott az ukrajnai konfliktus kitörése óta.
Ismét drágult a benzin, péntektől literenként 195 dinárt kell érte fizetni, míg a gázolaj ára a következő hét nap során is 206 dinár marad. Ez azt jelenti, hogy a dízel ára változatlan maradt, míg az olajmentes benzin 2 dinárral drágult. A nyersolaj hordonkénti ára már két hete 90 dolláron áll. Emiatt pedig Szerbiában is növekedett az üzemanyag ára, így az utóbbi 5 hónap legmagasabb árairól tudunk már beszámolni. Az árváltozásra persze mindezek mellett a dollár árfolyama, illetve a kereslet és a kínálat alakulása, a szállítási és tárolási költségek, valamint számos más tényező is hat, ezért szakértők szerint nem lehet összehasonlítani a mostani drágulásokat a korábbi árváltozásokkal. Na tom putu od dolara po barelu do dinara po litri pored benzinske stanice ima jako puno faktora koji mogu da utiču na promjenu cene. Od državnih zahvatanja koje su danas drugačije odnosno na taj period ranije, do toga da logistika i cena samih derivata, recimo odnosno na cenu nafte, sad je mnogo veća nego što je tada bila. Tako da nije to tako jednostavno povezati. Május 1-től egyébként növekszik az alkoholtermékek, a dohánytermékek, a kávé és az üzemanyag jövedéki adója. Az olajmentes benzin jövedéki adója így 4,75 dináról 5,7 dinára emelkedik. A gázolajára áruforgalmi adóval együtt 5,86 dinárral, a cseppfolyósított földgáz pedig 4,45 dinárral fog emelkedni a jövedéki adó emelkedése miatt. Tűz ütött ki az Újvidék Banglades nevű városrészben hajnali 4:30 körül. A helyszínre 12 tűzoltókocsi érkezett, és mintegy 40 tűzoltó vett részt az akcióban. A lángok szinte az egész városrészben elterjedtek, a sűrű füsttől szinte semmit sem lehetett látni. Sérültekről nem érkeztek hírek. A szakemberek még vizsgálják a tűz kitörésének okát. Ono, što je najvažnije, nema ljudskih žrtava, požar je zahvatio nekih blizu 1500 kvadratnih metara, nema žrtava, deca i žene su smeštene na prihvatilište za beskućnike u Futogu. Deo ljudi je smešten, žene i dece, dok je drugi deo smešten na bulevaru oslobođenja na u sigurnu dečju kuću. Lezárják a hétvégén az Entai hidat. Szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között a hídon áthaladó vasúti sínpáron végeznek felmérési munkálatokat. A mosztográdja és a szerbiai vasutak munkásai felmérik, hogy milyen javítási munkálatokat kell elvégezni a hídon. Ha elkezdődnek a munkálatok, akkor legalább 2 hétre, de akár 1 hónapra is lezárhatják a hidat. Az önkormányzat kiemelte, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot a kivitelezőkkel annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenség érje a polgárokat a lezárások miatt, és a gazdasági életben se idézzen elő fennakadásokat. Megtartották a 12. középiskolák bőrzéjét Magyar-Kanizsán. 20 intézmény mutatta be tevékenységét, illetve ismertette szakterületeit a most pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Szervezetten autóbuszokkal érkeztek a fiatalok a községből a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola Adi épületéhez, ahol a vajdasági középiskolák és kollégiumok ajánlataival ismerkedhettek meg. Ebben az évben újításnak számít, hogy az eseményen nem csak a 8. tanulók vettek részt, hanem már a 7. osztályos diákokat is bevonták. A tanulók többsége már tudja, hogy hol szeretné folytatni tanulmányait. Mezőgazdaság, ugye? Ahogy a Kanizsára, már otthon is a szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak, állattenyésztés, földművelése. Most én is azt választom, már kicsi korom óta már azt űzöm meg, azt csinálom. Összesen 20 középiskola vett részt a bőrzén, akik számos szakterülettel és lehetőséggel várják a diákokat. Iskolánkban van vendéglátóipari szak, cukrász és szakács tanulókat várunk 14-14 fős létszámmal, közlekedési szak, sofőrök 14-28-as létszámmal szintén, és szernyelven is ugyanezek a szakok vannak, még kiegészül a közlekedési technikus szakkal.
Színvonalas oktatást tudunk biztosítani kiváló tanerővel, illetve a legmodernabb tanászközökkel, tehát én úgy érzem, hogy meg tudjuk számukra adni azt a szaktudást, amellyel a későbbiekben, tehát munkába tudnak állni, illetve sikeresen tudnak az egyetemen felvételezni és helytállni az életben. A Jován Jovánovics Zmáj általános iskola már sokadára szervezte meg a bőrzét, melynek célja, hogy időben megismertessék a fiatalokkal a vajdasági oktatási intézményeket és azok kínálatát. A pályaválasztás egy elég nehéz téma mindenki számára, szülő, gyermek számára is, és így testközelből megtapasztalhatják azt, hogy milyen feltételeket kínál egy adott iskola, milyen lehetőségek vannak. Megismerhetik a tanulókat, az ő szájukból is hallhatják, gyakorlati lehetőségek is vannak. Az eseményen közel 600 pályaválasztás előtt álló diák vett részt. A Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény központi épületében tartományi támogatásból megvalósult a csoportszobák padlójának csiszolása és festése. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően ezen kívül egy új szekrénysort is sikerült beszerezni a legkisebbeknek. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény központi épületében jár a legtöbb óvodás Magyar Kanizsán. Itt közel 140 gyermekkel foglalkoznak napi szinten. 6 csoportszobával, sószobával, tornateremmel rendelkezik az intézmény. Minden évben a vezetőség igyekszik pályázatok által felújítani, vagy bővíteni az épület felszereltségét. Megragadtuk az alkalmat a tartományi oktatási titkárságnál, amikor kiírták a pályázatot, és ebben az évben a csoportszobáknak a parketta csiszolása, lakkozása volt, amelyre 1 millió dinárt kaptunk. Magyar Kanizsa önkormányzata kiemelt feladatnak tartja a község minden iskoláskor előtti intézményének a fejlesztését, ezért több módon is támogatja őket. A családbarát önkormányzatnak köszönhetően a központi óvi egy új szekrénysorral is gazdagodott. Fejsztámár Róbert polgármester kiemelte, nagy segítség az, hogy az intézmény igyekszik más forrásból is javítani az óvodai körülményeken. Ezekhez a törekvésekhez igyekszik az önkormányzat mindig valamilyen támogatást biztosítani, vagy olyat, ahol pénzügyi segítségre van szükség, magyarán az öndészt tudjuk biztosítani az adott nyertes projektumokhoz, vagy pedig az egész éves működés, fenntartás az így is úgy az önkormányzathoz tartozik. Az oktatási intézmény következő lépésként a Horgosi óvoda épületének külső szigetelését és festését szeretné pályázati pénzekből megvalósítani. A nyugat-balkáni országok minél előbbi felvétele az Európai Uniónak is érdeke, ezért is elfogadhatatlan az integrációs folyamat lassúsága, amely az egész bővítési politika hitelességét aláássa, jelentette ki Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter Majda Gorcsevics európai ügyekért felelős montenegrói miniszterrel közösen megtartott sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy az Európai Unió napjainkban több biztonsági, gazdasági és társadalmi kihívással néz szembe. Szijjártó úgy vélekedett, hogy az EU-nak ma nagyobb szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint fordítva. Ezen országok gyors belépése a kontinens érdeke, ezért is elfogadhatatlan az integrációs folyamat lassúsága, amely az egész bővítési politika hitelességét aláássa. Az Európai Uniónak többet kell befektetnie a védelembe és támogatnia kell Ukrajnát, jelentette ki Charles Michel. Az Európai Tanács elnöke a lengyel, az észt, a luxemburgi, a görög, a finn, az ír és a spanyol kormányfővel találkozott csütörtök este Varsóban. Charles Michel a legfontosabb európai feladatnak a biztonság és a védelem megerősítését nevezte. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a biztonságot, az illegális bevándorlás veszélyét nevezte a varsói találkozó fő kérdéseinek. Hozzátette, a biztonság lesz a 2025 első felében esedékes lengyel soros EU elnökség kiemelt témája is. Lengyelország támogatja Ukrajnát, de emellett építenie kell saját védelmét is. Lengyelország lényegében frontország, és ha segíteni akarunk egész Európának, akkor Ukrajnát közösen kell segíteni. Ezt nem teheti meg egyedül Lengyelország, érvelt Tusk.
Az orosz erők ismét támadást indítottak Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, jelzi Kijev. Az ukrán légvédelem 5 régió érintettségéről jelent. Krivij Rihben egy lezuhant drón miatt tűzütött ki egy energetikai létesítményen. A tűzoltók a helyszínen vannak. Az ukrán légierő további tájékoztatása szerint az oroszok 17 támadó drónt indítottak Ukrajna szerte a megszállt Krimből, valamint egy X-59 típusú irányított rakétát a megszállt Donyeck régió légteréből. Oroszországból is érkeznek jelentések ukrán dróntámadásokról, amelyek 12 régiót érintenek országszerte. Időközben Ukrajnába elfogadták a mozgósítás korhatárának csökkentését, ami 27 éves kor helyett mostantól 25 év. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint a csökkentés lehetővé teszi a katonák rotációját és a szabadságuk jóváhagyását. Korábban Dmitri Peszkov, a Kreml szóvívője, a svájci kezdeményezéssel kapcsolatban, amely szerint júniusban konferenciát tartanának az ukrán békéről, azt mondta, hogy azok a béketárgyalások, amelyekben nem kapcsolják be Oroszországot, is értelmetlenek. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Az évszakra nem jellemző szárazságra panaszkodnak a mezőgazdasági termelők. Mini fitness parkkal bővült a csantavéri kultúrsziget. A híradó után ma is közügyek hírháttér műsorunk, mai házigazdája pedig Kartali Rita, most hozzá kapcsolunk. Szia Rita, milyen témákkal várjátok a nézőket? Szia Mónik, köszöntöm a nézőket! Hatalmas felfordulást okozott az oroszok érkezése Szerbiába, megnézzük, hogyan találták fel magukat az országban. Megrongálódott a Kaponyai csata emlékműve Bajmokon, utána jártunk, kinek a feladata a helyreállítás. További témáink még, hogy drága mulatság lehet az online vásárlás, hogy új koordinátora van a Magyar Kanizsai Ifjúsági Irodának, és hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Tartsanak velünk a híradó után! Köszönjük szépen! Az évszakra nem jellemző szárazságra panaszkodnak a mezőgazdasági termelők. A kimutatások szerint az elmúlt 50 év átlagához képest harmadannyi csapadék esett a februári és márciusi hónapokban. Pacik Robert 100 hektáron búzát, kukoricát és szóját termel. Az idei száraz időjárás miatt főként az utóbbi mellett döntött vetéskor. Nagy része szója. Most, mivel azt várni ebben az idei évben, mivel sok a szárazság, meg kevesebb a befektetés, a szója igényel a legkevesebb befektetést, ezért döntöttünk úgy, hogy kicsit növeljük a szója területet, és akkor hát bízunk benne, hogy talán ez az idei év, ez valamit segít majd, valami jó lesz. A szakemberek szerint jelenleg négyzetméterenként 20-30 liter csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelően meg tudják művelni a talajt a gazdák. Ahol kellő agrotechnikát alkalmaztak, időben elművelték a földterületeket, tehát az azt jelenti, hogy ősszel megművelték, lazították, szántották és bezárták. Ha be volt zárva a talaj, ott még mindig van egy 5 cm-es mélységben kellő nedvesség a vetőmag csírázásához, kelléséhez. A kiszámíthatatlan piaci árak és a klímaváltozás miatt a termelők nehéz döntés elé vannak állítva a növényi kultúrák kiválasztásakor. Várhatóan kevesebb kukoricamag és több szója kerül idén a földbe. Konzerv árt címmel nyílt kiállítás csütörtök este a Zentai Városi Múzeumban a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanárainak munkáiból. A képzőművészeti tagozatok szaktanárai minden évben csoportos tárlattal rukkolnak elő. Andy Warhol konzervképei ihlették az idei Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanárainak alkotásait és magát a kiállítást is. Látható volt itt rajz, fotómontás, festészeti és kompozíciós alkotás is. Gubik Korina festőművész, képzőművész tanár egy fő és két kisebb alkotást hozott. Fém mint anyag az eléggé közel áll hozzám, és még hogyha nem is gondolkodok témában, az alkotásaim már szögecskékből vannak kirakva, valahol éppen meg is bírnak neki
felelni. De a fő alkotás, ami magához a témához kapcsolódik, az egy életrajzi anekdóta, mert nemrég költöztem. A kiállítás egyediségét az adja, hogy a tanárok, az alkotók próbálnak egy témához kapcsolódó, de mégis egyedi műveket készíteni. A kiállítók minden évben igyekeznek valami új irányt választani, és olyan alkotásokat készíteni, amilyenekkel még nem találkozhatott a közönség. De ez fontos a diákoknak is, hogy láthassák azt, hogy mi aktív művészek vagyunk a tanítás mellett, mindannyian más területen. És nekünk is nagyon fontos, természetesen, erre minden évben most már 15.-16. éve minél tudatosan készülünk, már hónapokkal korábban elindul a munka, egymást inspiráljuk, egymástól tanulunk, ugyanígy a diákoktól is, és ők is tőlünk. A különleges egyedi szépségekkel és tartalmakkal bíró tárlat 7 tanár alkotásaiból született meg. Ezentúl mini fitness parkkal is várja a látogatókat a Csantavéri Kultúrsziget. A közkedvelt kirándulói és pihenőhely folyamatosan fejlődik, ezúttal sporteszközökkel lett gazdagabb. További tervek is vannak még, valamint idén is a Majális egyik helyszíne lesz. Csantavérhelyi Közösség Facebook oldalán még januárban felhívást intéztek a lakosokhoz, miszerint szavazhatnak, hogy milyen tornaeszközöket látnának szívesen a helyi Kultúrszigeten. Mára pedig helyi és környékbeli vállalkozók, adományozók anyagi támogatásának köszönhetően a helyszínen is vannak. Mi ebbe a programba, ebbe a Sziget programba 4 éve kapcsolódtunk be, akkor a rostihozásra és a bográcsozásra adtuk meg a feltételeket. Ezeket nemrég fel is újítottuk, ami a sugallja, hogy az emberek használták is a rostihozást és a bográcsozást. Most pedig a fitness vonalhoz járultunk hozzá. Itt ugye azt szeretnénk, hogy a rostihozás után felhalmozódott kalóriákat legyen hol leégetni, és ezzel a szervezők egy üzenetet is szeretnének küldeni, hogy foglalkozunk egy kicsit többet az egészségünkkel, és napi 1 órát töltsünk el kint a természetbe mozgással. A zentai vállalat mellett a helyi Gebi Kft., a Kecsenovics Company Kft., a Metalwork is támogatta a park kiépítését, továbbá a helyi iskola tornatanára is. Mint mondta, számos pozitív hatása van egy ilyen parknak. Egyrészt a mentális egészségre pozitív hatása van, koncentrációt javítja az egészségügyi állapotát úgy a fiataloknak, úgy mint az idősebbeknek, tehát ugyanúgy bírják fiatalok is használni, idősebbek is. Ugye itt nem szokott korhatár lenni egy ilyen mini fitness parkban, mint egy edzőterem, egy benti edzőteremben, hogy van egy 15-16 éves korhatár, ahova nem járhatnak a fiatalabbak, ide bárki tud jönni, edzeni. Az edzeni vágyó fiatalok és idősebbek bármikor használhatják az eszközöket. Ez egy nagyon nagy újdonság itt az új szigetünkön. Hát maga a sziget az egy nagyon nagy ötlet volt, és folyamatosan fejlődik, folyamatosan alakul, mint egy érő organizmus. És ugye hát itten Csantavéren nagyon sokan szeretnek sportolni, és igény volt rá, hogy ne csak a hagyományos foci, kosárlabda, joggingolás, kosárlabda, birkózás, cselgáncs, meg a többi sportról legyen szó, hanem egy fantasztikus ötlet alakult ki, hogy egy ilyen kültéri passzív tornaeszközök, hogy nagyon földobnák a hétköznapjainkat. És akkor ez egy olyan ötlet, ami nagyon elgondolkodtatott, és ezeket a gondolatokat megosztottam barátainkkal, vállalkozókkal, helyiekkel és Csantavéren kívül vállalkozókkal, akik ezt fölismerték és azonnal mögém álltak, hogy ez meg is valósuljon. További fejlesztési ötletek is vannak a szigettel kapcsolatban, például a halasítást szeretnék folytatni. A sziget rendezvények helyszíne is, így ahogy az előző években is, idén is nyitva áll a majálisozók előtt. Helyfoglalásért Csantavér helyi közösség épületében lehet jelentkezni. Először lépett fel Vajdaságon a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ütőegyüttese a Szabadkai Zsinagógában. A zeneszerető közönség szinte teljesen megtöltötte az épületet, ahol a zenekar előadásában egy remek válogatást hallgathattak meg. Az eseményt a Szekeres László Alapítvány szervezte.
A klasszikus zenétől a világzenéig, a popzenétől a jazzig, az ütőhangszerek különböző hangzása és technikái számtalan zenei kifejezési formát tesznek lehetővé. Így volt ez csütörtökön este is. Az est programja pont olyan színes volt, mint amilyenek maguk a hangszerek. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar lassan 60 éve nyújt kulturális szolgálatot minden korosztály számára. Az ütőegyüttes 2 éve alakult. Különlegességük, hogy Kelet-Magyarországon nincs még egy ütőegyüttes. Kuriózum. Sokan nem ismerik az ütőhangszereket, azt mondom, marimba, akkor nem mindenki tudja egyből, hogy ez akkor most ez hogy is néz ki, és milyen a hangja. Aztán, amikor megmondjuk, hogy az iPhone csengő hangok ezen a hangszeren szólalnak meg többnyire, akkor mindenki, hát igen, én most már tudom. Úgyhogy szerencsére van mihez kötniük a dolgot, és először, hogyha új helyre megyünk, vagy új közönség előtt játszunk, akkor úgy rakjuk össze a műsorunkat is, hogy mindenki számára legyen egy kapaszkodó, hogy neki kicsit a ragtime-ok, neki a barokk művek, és akkor mindenki boldogan megy haza, hogyha esetleg valamelyik nem is nyerte annyi a tetszését, akkor is van egy fogózkodója, ami viszont nagyon tetszett neki. Célként tűzték ki az ütőhangszerek népszerűsítését és a zeneirodalom megismertetését. Repertoárjukban szerepelnek mind hazai, mind külföldi kortárs szerzők művei, ütőegyüttesre írt klasszikus és könnyedebb kompozíciók, valamint átiratok. Mi egy olyan ütőparkkal rendelkezünk, marimba, vibrafon, és a többi, most a xilofon, meg ezekről nem is beszélnék, ami egyedülálló. Ez majdnem egy évtizeden át építette fel a zenekar, és most nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy mind a szoftver, mind a hardware, tehát mind az ütőseink, mind a hangszerek rendelkezésre állnak, hogy olyan minőségű produkciókat adjunk elő, amit egész Európa szerte tudunk vinni. Az ütőegyüttes először lépett fel Vajdaságban, aki pedig lemaradt volna a koncertről. Jó hír, hogy október 10-én ismét elhozzák műveiket. A Forma 1 közzétette a 2025-ös világbajnokság hivatalos programját, ami szerint 24 versenyre számíthatunk, és új pálya nem debutál az idényben. Megerősítették, hogy jövőre nem a Közel-Keleten rajtol a verseny, hanem újra Melbourne-ben. A futamok száma és helyszínek nem változnak, de a sorrend igen. Az európai szezon május közepén Imolában rajtol majd, és 2 év kihagyás után ismét Magyarországról vonul el nyári szünetre a Forma 1 mezőnye. A 3 hetes nyári leállást követően egy dupla hétvége következik Zandvoortban és Monzában. Stefano Domenicali, a Forma 1 elnöke elmondta, hogy a 2025-ös különleges év lesz, hiszen a FIA Forma 1-es világbajnokság 75. évfordulóját ünneplik. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban. Alekszandar Vučić szerb államfő szerint politikai döntés lenne a szrebrenicai eseményeket népirtásnak minősíteni. Ismét drágul a benzin, literenként 195 dinárt kell érte fizetni. A gázolaj ára a következő 7 nap során is 206 dinár marad. Tűz ütött ki az Újvidék Banglades nevű városrészben hajnalban. Megtartották a középiskolák bőrzéjét Magyar Kanizsán. 20 intézmény mutatkozott be. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. A viszontlátásra!